Magyar hazánk fénye, nemzetünk reménye, szent hitünk alapja, népünk édesatya, narancslevet iszunk. Na de kivel iszom én ezt a narancslevet? Zsikó Zoltánnak hívnak. Alsónyéken lakom. Itt a Tolna megyei Sárköz szívében. És hát népzenész vagyok, népi énekes vagyok. Ezzel foglalkozom. Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanulok. Immáron második éve. De véleményem szerint azért még ne szaladjunk annyira előre. Hogyan kerültél kapcsolatba a népzenével? Egyáltalán hogyan lehet az, hogy most Budapestre jársz, és már a népzenét művelőd, a népzenével foglalkozol? Kezdjük egy picit az alapoknál. Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Nagyjából 10 éves lehettem akkor, amikor a népzenéhez közel kerültem. Mindig is közel állt egyébként hozzám a zene. Nagymamámnál mindig a kazettákat bújtam. Persze azok nem népzenei kazetták voltak, de rengeteg zenét hallgattunk, tehát az egész család nagyon sok zenét hallgatott. Összességében a zenéhez úgy kerültem közeli kapcsolatba, hogy még Várdonban laktunk, itt a szomszédos faluban, és volt egy német nemzetiségi tánccsoport akkor. És mindig hallottam, mert hogy velünk szembe volt a kultúrház, és mindig hallottam, hogy harmonika szól. És hát nagyon megfogott engem akkor az a hangszer, és hát úgy átjárogattam a kultúrházba, hogy megnézzem, hogy mi folyik ott. Aztán ugye be is iratkoztam oda táncolni, de csak azért, hogy a harmonikát hallgathassam. És hát volt egy ilyen harmonikás időszakom, akkor aztán beiratkoztam Szekszárdra a Liszt Ferenc alapfokú művészetoktatási intézménybe, és hát ott harmonikázni tanultam. Aztán a népzenével úgy ismerkedtem meg, hogy 10 éves lehettem nagyjából, amikor Simontornyán elindítottak egy népzenei tábort. Ez Egy hét Buda Ilonával címet viselte, illetve viseli, mert a mai napig megy ez a tábor, immáron a 11. alkalommal rendezték meg. És akkor egy véletlen folyamán kerültem oda, mert az általános iskolába, akit javasoltak, egy lányt, hogy ő menjen el ebbe a táborba, ő megbetegedett. És egy nagyon kedves tanítónénim, Joli néni, azt mondta, hogy akkor menjek el én. Úgyhogy elmentem ebbe a táborba, Budai van a nénihez, és ott megismerkedtem. Ott egy egész héten keresztül a népzenével foglalkoztunk, a népi énekléssel. Gyakorlatilag a napunknak több mint a felét az éneklés tette ki, és én azt mondanám, hogy az volt a pecsétje ennek az indulásnak. De bocsánat, az ember ráébred arra, hogy énekelni szeretne, miközben Várdonban, a szomszédban hallja a harmonika szót, és elmegy a Budai Ilona nénihez egy ilyen táborba, és akkor egyszer csak kiállsz és énekelsz. Azért az éneklés maga hogy jött? Hiszen említetted, hogy a harmonika, a tánc, stb., de hát az nem éneklés. Az nem éneklés, de én azt gondolom, hogy amikor meglátunk egy lányt, vagy szerelembe esünk, akkor sem mondhatjuk azt, hogy hát miért pont ő, amikor van mellette annyi lány. Yeah.
Mi volt az általános iskola után? Tehát ugye egyszer megvan a vonal, megvan a választott partner, az éneklés. És mi történt az iskolában? Hova mentél tovább? Középiskolai tanulmányok? Merre voltak? Az általános iskola után Bátaszékre kerültem, a második Géza gimnáziumba. Hát meg kell mondjam, hogy életem legszebb 3,5 éve volt a gimnázium. Egyik legszebb 3,5 éve volt a gimnázium évek. Itt olyan emberi töltést kaptam, és olyan mind tanári oldalról, mind pedig a barátaim oldaláról, hogy talán az volt utoljára az olyan iskola, hogyha most az egyetemet leszámítjuk, ugye, mert azért ez egy már szakirányú. A gimnázium volt az iskola, ahova úgy minden nap úgy vártam, hogy bemehessek. Érdekes egyébként, de én nagyon szerettem, és szerintem egy fantasztikus hely ez a Bátaszéki gimnázium. És mondjuk a gimnázium az hogyan tudta kielégíteni azokat a zenei igényeket, amire te vágtál? Akár néptánc, akár énekes? A gimnázium az sehogy nem. Tehát a zenei igényeimet nem tudta kielégíteni. Én jártam Bonyhádra zeneiskolába, a Siklósi Krisztián tanár úrhoz jártam énekelni, és aztán amikor elkezdtem mutálni, akkor a Brácsát is elővettük, hogy addig ne teljen haszontalanul az a pár hónap. Tehát én Bonyhádon tanultam az éneket addig. És hát rengeteg verseny volt, amíg gimnazista voltam, rengeteg versenyen voltunk, és a Pécsett, az országos népdaléneklési versenyen volt a legnagyobb fordulópont, azt hiszem, az életemben, amikor Vakler Anna tanárnővel megismerkedtem. Elmentünk erre a versenyre, első lettem egyébként ezen a versenyen, és hát fölfigyelt rám, akkor már több alkalommal látott engem a tanárnő, Anna néni, és ő akkor egyébként a Székesfehérvári Konzervatóriumnak volt a népi ének tanára. Vége lett ennek a versenynek, meg volt a díjkiosztó, aztán indultunk volna hazafele, és valahogy a tanárnővel szóba elegyedtünk. És beszélgettünk mindenféléről, és kérdezte tőlem, hogy mit szeretnék csinálni, vagy hogy mik az elképzelésem így a jövőt illetően. És ugye akkor voltam 14-5 éves, tehát akkor bennem már volt egy komoly igény arra, hogy hát jó, oké, tényleg, tehát rengeteg eredmény volt addig. Nagyon sok versenyen voltam, és gyakorlatilag mind nagyon szép eredmények voltak, és úgy indokoltá vált, hogy így mondjam azt, hogy hát nekem a zene felé kéne orientálódnom. Anna néni azt mondta nekem, hogy jövő héten lesz egy nyílt nap Fehérváron a konzervatóriumban, és hogy menjek el, nézzem meg, hogy mi folyik ott. Gondoltam rá, hogy ez nem is lenne olyan rossz dolog. Itthon beszéltünk is róla, hogy el kéne menni. Így eljátszottunk a gondolattal, hogy ez a Fehérvár, ez milyen jó lehetne. És elmentünk következő héten a nyílt napra, ahol írtam egy próbafelvételit, illetve hát meg is hallgattak a tanárok, énekeltem nekik. És akkor ez januárban volt, igen, emlékszem, januárban volt ez a meghallgatás, és akkor már mondták nekem, hogy örülök, hát, hogy nagyon örültek, hogy elmentem, én is nagyon örültem egyébként, és mondták, hogy akkor szeptembertől sok szeretettel várnak, ha úgy gondolom. Ezt mondták a nyílt napon, tehát gyakorlatilag egy próbafelvételi. Próbafelvételi után mondták, hogy csak szeretettel várnak szeptembertől Fehérváron. És hazamentünk akkor nagy örömmel, hogy fú, de jó lesz. Hát nagy örömmel, ugyanakkor volt bennem azért egy nagy szomorúság is, mert azért a gimnázium az nehéz volt ott hagyni. Tehát az egy fantasztikus élet volt. Eljátszottunk a gondolattal, hogy akkor szeptembertől Fehérvár. Egyszer csak. Ja, én meg mondtam a gimnáziumi barátaimnak, hogy képzeljétek el, elmentem felvételizni, persze ők már érdeklődtek, hogy mi volt és hogy volt, és beszéltük, hogy hát úgy néz ki, hogy akkor szeptembertől másik iskolába megyek. És nem is foglalkoztunk ezzel, mert addig még messze van szeptember, és egyszer csak megcsörrent a telefonja anyukámnak, hogy hát Fehérvárról hívták, hogy jövő héttől szeretnék, hogyha már ott kezdenék.
ez volt mondjuk szerdán, és mondták, hogy jövő hét hétfőtől már ott kezdjek. Nincs egység közöttünk, nincs áldás fölöttünk, sok rajtunk az ínség, te légy a segítség, Szent István. Itt hagytad a baráti közösséget, egy gyökeres változás volt az életedben. Milyen zenei impressziók, milyen benyomások voltak ott? Ugye itt a Sárkőz, annak van egy sajátos kultúrája, gyönyörű szép népviselete, fantasztikus zenéje, virágzó, ma is virágzó, és hát ugye legendás a híres a Sárkőz kultúrája. Ott Székesfehérváron és környékén mi volt, amely pici pluszt rakott hozzá a te folklór imádatodhoz és zeneszeretetedhez? Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy Anna néni volt. Az a nagy meghatározó, akiért oda mentem, és aki engem ott tart, vagy ami engem ott tartott. Mert hát Anna néni, ő ugye, tehát messze menőkig az egyik legnagyobb mai magyar népi énektanár, és hát ő engem nagyon sok mindenbe támogatott. Hát ő volt az, illetve hát a népzene szeretete volt az, ami engem ott tartott. A Székesfehérvári Konzervatórium azért ott már úgy nagyjából tehát ott már ugye az már egy szakma gyakorlatilag. Tehát addig még a gimnázium időm alatt mondjuk eljárkáltam gyakorlatilag kötetlenül zeneiskolába, addig ott ez a zenei tanulás, ez a minden napjaimnak a részévé vált. Tehát a Székesfehérvári iskola volt az a hely, ahol a zeneoktatás gyakorlatilag a tudatos formájában a minden napjaimba bele. Ez akkor már nem az útkeresésről szólt, ez már a járt út volt. Tehát én úgy gondolom, hogy azért a konzervatórium az már nem az útkeresésnek kéne legyen a helyszíne, hanem az már egy megtalált útnak kéne legyen a szép kikövezése. Ugye az egyetemig. Nincs egység közöttünk, nincs áldás fölöttünk, sok rajtunk az ínség, te légy a segítség. Gyakorlatilag az, hogy én a Zeneakadémiára kerülhettem, ez 3,5 év komoly munkája. Nagyon örülök, hogy felvettek. Én egyébként a középiskola, tehát a konzervatórium első osztályától kezdve tudatosan erre készültem egyébként. Tehát nem is jelöltem meg mást, hogy máshova szeretnék menni. Nekem ez volt az álmom, és ez az a hivatás, amiért én gyakorlatilag tanulok, ugye már kiskorom óta, ha úgy tetszik. És hát felvettek, szerencsére. Hogy működik ott egy nap? Mert azért az már se nem gimnázium, se nem konzervatórium, az már a Zeneakadémia. Hát ez a Zeneakadémia, itt gyakorlatilag ugye a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hát itt a zene az első. Ugye a közép, itt nincs már, mint a rendes egyetemeken, tehát ez már itt egy szakirányú képzés. Természetesen azért vannak nekünk is olyan tárgyak, hogy azért annyira ne legyen egy oldalú a zene, hogy akkor csak éneklünk, meg csak ezzel foglalkozunk, és akkor nem is látunk jobbra meg balra, hiszen nem buta zenészeket képeznek. Pedagógiai tárgyaink is vannak, etika, filozófia, pszichológia, stb. Zenetörténeti tárgyaink, akkor táncóránk is van például, néptáncóránk is van. Vannak ugye azok a tárgyak, amik szorosan a népzeneoktatáshoz kapcsolódnak, folklorelmélet, néprajz, népzeneelmélet, hangegészségtan, például énekhez,
az azért egy elméleti hátteret biztosít, ugye gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy hogyan szól a hang, vagy mik a hangképző szerveink. Ennyire széles, hogy is mondjam, ennyire széles palettánál, tehát amikor ennyi tantárgy van, akkor konkrétan egy napot hogy néz ki? Most itt a második év az első fél éve, tehát sok óránk van, nagyon sok óránk van. A hétfő az katasztrofálisan sokat, reggel 8-tól este 6-ig folyamatosan óráink vannak. Egyébként minden nap sok óránk van gyakorlatilag. Egyedül a pénteki nap az, amikor nekem nincsen, és akkor tudok egy picit lazítani, vagy hát készülni a következő hétre igazából. Van 3 énekórám. Ettől az évtől kezdve bekerültem egy ilyen tehetséggondozó programba, és így aztán kaptam még egy plusz órát, ami persze plusz kötelezettségekkel is jár természetesen, és hát plusz készüléssel. De azt gondolom, hogy aki ott van, az azért van ott, mert hogy ez a szerelme, ezért él-hal, és... És nem kér kicsit tőled sokat a szerelmed? Nem vár el sokat? Tehát ez egy óriási teljesítmény. Tehát 100-ból talán 10 diák, aki tényleg ott van reggel 8-tól este 6-ig, vagy akár még tovább, hogy készüljön egy másik napig. Még tovább is. A zene oktatás az Fehérváron is azt láttam egyébként, és a Zeneakadémián is az a koncepció, hogy gyakorlatilag nem nagyon engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne legyünk ott. Nincs is értelme egyébként megengedni magunknak azt, hogy ne legyünk ott, hiszen ez egy gyakorlati dolog. Tehát itt minden perc számít. Hiszen ez nem úgy van, hogy most 2 hétig nem éneklek, és akkor van egy olyan mondás is egyébként, remélem pontosan el tudom mondani, hogyha egy napot nem énekelsz, akkor azt te már érzed. Ha 2 napot nem énekelsz, azt már érzi a kollégád is, és ha 3 napig nem énekelsz, azt már érzi a közönség is. És ez valóban így van? Tehát jártál te már így, hogy volt olyan, hogy Zsikó Zoltán mondjuk 4 napig nem énekelt? Volt olyan, hogy nem énekeltem 4 napig természetesen, de olyan nem volt, hogy úgy álltam volna ki fellépni, hogy nem készültünk rá. Kinek felajánlottad, drága szép hazánkat, kérd az Isten anyját, tárja felénk karját, Szent István király. Mi leszel, ha nagy leszel? Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon sok tervem van. Például? Hát ugye az első és a legfontosabb tervem az az, hogy a Zeneművészeti Egyetemen hát minél jobban diplomázzak. Ezt az 5 évet ezt én most ki szeretném arra használni, hogy gyakorlatilag amit csak lehet magamba szívjak, amit csak lehet ellessek a tanáraimtól, hiszen azért azt gondolom, hogy ez is egy olyan történelmi tavasz a népzeneoktatásnak, hogy gyakorlatilag a Zeneakadémiának a tanári kara, azok szinte kivétel nélkül mind olyan emberekből állnak, akik most azt mondják, hogy Kodály így, vagy Bartók úgy, vagy Lajta tanár úr, de mi pedig azt fogjuk majd mondani 30 év múlva, hogy ez a tanár úr így, ez a tanár úr így. Hiszen olyan tudós tanáraink vannak, akik nélkül nem lenne ma egyébként népzeneoktatás. Dicső István nagy királyunk, téged ég s föld magasztal, téged tisztel kis országunk, első szent urának van. Tőled vette fényességét, méltóságát, érdemét, koronája ékességét, hitét.
kincsíts mindenit. Mi kerül a diplomába? Ugye előadó művész tanár leszek, ha jól tudom. Azért kérdezem, mert itt feltétlenül álljunk meg egy szóra, előadó művész. Azért ez egy érdekes fogalom manapság, nem? Vagy te mit tapasztalsz? Ha csak a médiából indulunk ki, ha csak a populáris kultúrából indulunk ki, hát az előadó művész az sajnos egy eléggé képlékeny. Hát én ilyenkor mindig a klasszikus értelemben vett előadó művészről beszélek. És nem félsz, hogy ma már hajlamosak vele összemosni? Vagy nem is az, hogy hajlamosak vele összemosni, hanem neked majd ugyanúgy négyszer annyit kell teljesítened azért, hogy az előadó művészi mi volt, oda bebizonyítsd. Azzal, hogy például a magas kultúrának egy olyan részét képviseled, amely bizony nem ültetne milliókat a tévé elé. Én nagyon hiszek abba egyébként, hogy az a folyamat, ami ma sújtja a fiatalságot, abból nagyon, nagyon bízom abban, hogy ebből van kiút. Milyen folyamat sújtja a fiatalságot? Hát gyakorlatilag az, hogy semmi sem számít. A magyarság kérdése, azt gondolom, hogy nagyon központi kérdés. Vagy akár a népzenénk, hiszen ha belegondolunk abba, hogy Magyarországon, mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy gyakorlatilag 350 ezer és mondjuk 500 ezer dal anyagunk van a Zenetudományi Intézetben, úgy nagyjából csak satszolni lehet, és mondjuk ezt meg sem közelíti talán egyik külföldi ország népzenéje sem terjedelemben, és ilyesfajta népzenekutatás, ami Magyarországon, ugye a történelmi Magyarországon történt, sehol máshol talán ilyen fokú nem történt. Nagyon bízom benne, hogy sikerül egy picit összefogjunk. Benne van ebben a te nemzeti identitásod is? Ebben a zenében? Meg úgy magában a folklórban, benne. A művészetben? Benne. Ott van benne? Jól értelmezem? Benne. Én nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy mi magyarok vagyunk. Elmegyünk Franciaországba. Franciák nem hajlandóak megszólalni például angolul, vagy németül. És azért ez, mi pedig egyáltalán nem foglalkozunk azzal, hogy gyakorlatilag a magyar nyelv az egyik legszebb nyelv a világon.